A Vatikáni Rádióval való kapcsolatom az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának titkárságán végzett szolgálatommal kezdődött el komolyabban. Ekkor számoltam be a különböző találkozásokról az elnökségnek, a Püspöki Konferenciák titkárainak a találkozójával és a különböző bizottságoknak a tevékenységéről. Nagyon szép feladat volt ez, tájékoztatni a hallgatókat, a híveket az Európai Egyháznak a különböző rendezvényeiről, és számomra is nagyon sok szép élmény, emlék fűződik ezekhez a találkozókhoz. Most azonban egy néhány személyes emlékemet szeretném megosztani a pápákkal való találkozásokról, hiszen ez egy olyan mozzanat, egyrészt amit az ember a szívében őriz, másrészt ezekről nem nagyon szoktak beszámolni. Az első Szent II. János Pállal való első találkozásunk, amikor a pápai német-magyar kollégium növendékeként egy reggeli miséjén vehettünk részt, és utána Szent Atya szokása szerint köszöntötte a jelenlévőket. Hárman voltunk, ekkor magyarok a Germanikum első évfolyamában, és úgy köszönt nekünk, miután a rektor úr bemutatott bennünket, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Hát amikor az ember már több hónapja Olaszországban van, és idegenektől egyáltalán nem hall magyar szót, el sem tudom mondani, hogy milyen kedves emléke számomra, és milyen jól esett nekünk, és utána pedig, amikor füligérő szájjal válaszoltunk, hogy mindörökké van, akkor azt mondta, éljen Magyarország! Nagy bátorítás volt ez, és egyébként ez a pápát jellemezte is, hogy igyekezett a kis népek nyelvén is megszólalni húsvéti karácsonyi köszöntőkkor, mert tudta azt, hogy ez a figyelemnek és a kedvességnek egy olyan jele, amit ő maga is lengyelként nyilván megtapasztalhatott. A másik emlékem vele kapcsolatban 1991-ből való, amikor az Európáért rendkívüli színódus tartottak. Ennek a címe, ha jól emlékszem, az volt, hogy Krisztus, aki megszabadított bennünket, és ennek a gála ebédjén, a záró ebédjén a pápa szólásra emelkedett, és a következőket mondta. Servus servorum Dei, forse la cosa più vera che hanno detto i papi mai. Isten szolgáinak szolgálja. Talán ez a legigazabb dolog, amit a pápák valaha mondtak. Nem kell mondanom, hogy óriási tapsot kapott. Ez újra csak jellemezte az ő lelkületét, az ő alázatát. És ez kapcsolódik egy kicsit viccesebb részlet is. A titkárságnak a munkatársaként vehettem részt ezen a szinóduson. Kísértük, segítettük a püspökatyákat, az ő munkájukat, fénymásolatokat osztottunk, és egyéb dolgokban részt vettünk. És az utolsó találkozáskor a Szent Atya odajött hozzánk, és üdvözölt bennünket, és megköszönte a munkánkat. És ekkor az egyik ilyen tréfás kedvű olasz kispap, a Gianni testvérünk következőt mondta, ugye 23. Jánosnak a példájából inspirálódva, hogy Santo Padre, ma noi desideriamo invitarla per una pizza. Szent Atya, mi szeretnénk Önt meghívni egy pizzára. És akkor a pápa egy kicsit elgondolkodott, és aztán ilyen huncut mosolygással azt mondta, come pizza? Hogy pizzának akartok meghívni, vagyis, hogy nyilván nagyon jól tudtuk, hogy ez az egész csak tréfa, de vette a lapot, és nem sértődött meg, és azonnal kapásból tudott nagyon kedvesen válaszolni. Az utolsó mozzanat, amit vele kapcsolatban szeretnék megemlíteni, ez talán 2002-ben volt, a Germanikum fennállásának 450 éves jubileumán, egy nagy fogadás volt, fogadta az ünnepségre érkező küldöttséget, körülbelül több mint 100-an lehettünk biztos valamelyik vatikáni teremben, és a Szent Atya akkor már nagyon beteg volt, és egy ilyen kis álló trónuson tolták be. És hát én nem figyeltem eléggé, nem voltam elég ügyes, nagyon hátra kerültem, úgyhogy nem láttam, hogy mi történik elő. Egyszer csak egy nevetés fut végig a sorokon, hát meg döbbentünk, hogy hát ezt a szegény, törékeny, beteg pápát kinevetik. Aztán meg is kérdeztük, hogy hát mi volt ott az a nevetés. És akkor a többiek mondták nekünk azt, hogy hát a Szent Atya kinézett rájuk mosolygósan, és azt mondta, so etwas habt ihr noch nicht gesehen, was? Ilyesmit még biztos nem láttatok mi. És akkor erre aztán persze elkezdtek nevetni, és nagyon kedves volt a pápa, személyes szavakat intézett hozzánk. És az is nagyon érdekes volt, amikor eltávozott, ezen a kis álló trónuson tolták, nagyon szép éneket, a Válein Dominót énekeltük el,
hát több mint 100 férfi, több szólamban gyönyörűen, akkor a pápa megállt, visszafordult, és ránk nézett. Úgy nézett ránk akkor, hogy az egyik szeme már beteg volt a Parkinson-kór miatt, tehát azzal egy kicsit kancsalított, de a másik szemével úgy olyan szuggesztíven nézett ránk, mintha csak azt üzente volna, hogy legyetek hűségesek a hivatásotokhoz, maradjatok álhatatosok. Ezt soha nem fogom elfelejteni. Benedek pápával is többször találkozhattunk személyesen, mint a CCE titkárságának és elnökségének a találkozóin. Őrá úgy emlékszem, mint egy nagyon kedves professzorra. Amikor egy előadásomhoz képeket kerestem Benedek pápáról, az igazság az, hogy nem is találtam olyat, ami igazán jól visszaadta volna az ő kedvességét, figyelmességét, az ő szívélyességét. Egy valaki mondta, hogy Benedek pápa teológiája egy érzelmes német teológia, amiben az észnek és a szívnek a szintézise valósul meg. Hát valóban ilyen volt az ő egyénisége, és hogyha egy mondatban kellene összefoglalni az ő működését, akkor azt mondhatnánk, hogy a caritas in veritate és a veritas in caritate. A szeretet az igazságban, és az igazság a szeretetben az, ami az ő működését és tevékenységét, szolgálatát jellemezte. Ferenc pápával kapcsolatban pedig a legszívesebben egy Szentpéter téri audienciájára emlékszem vissza. Júcsi lányom egy évet töltött Amerikába, és azt a családot láttuk vendégül, akiknél volt, velük együtt jött vissza, és hát Európában járva gondolták, akkor átugrunk Rómába is. Hát ez meg is történt, és részt vehettünk valóban egy szerdai pápai kihallgatáson, ahol Ferenc pápa a Teremtés könyvét magyarázta, ebben pedig azt a részletet, hogy a kísértő olyannak mutatja be az Istent, mint aki el akar rejteni valamit, vissza akar tartani valamit az ember elől, hogy azt mondta, hogy erről a fáról nem ehettek pontosabban, azt mondta, hogy egyik fáról sem ehettek, nem csak erről a fáról. Vagyis az Istent egy önző, magányos valakinek mutatja be. És erre a pápa aztán megkérdezte, hogy és ti milyennek gondoljátok az Istent? Come Dio per voi, un padrone o padre? Hogy az Isten egy gazda, egy rabszolgatartó úr, vagy pedig atya? És hát ezt a kérdést föltette, de mindenki meglepetésére választ várt. Hát először nem is válaszolt senki. Másodjára is föltette a kérdést, hogy ti kinek tartjátok az Istent? És akkor már néhányan úgy mondták, hogy hát pádre. És harmadjára is föltette ezt a kérdést, hogy ki számotokra az Isten? És akkor már nagyon sokan mondták, és hangosan, hogy pádre, atya. Aztán még egyszer megcsinálta ezt a kérdést ugyanebben a katekézisben, amikor a szöveg előre haladtával feltette a kérdést, hogy és ti kik vagytok? Szolgák vagy fiak? És akkor már jobban reagáltunk, de szintén háromszor megkérdezte, hogy és ti kinek tartjátok magatokat? Szolgáknak vagy fiaknak? És amikor azt mondtuk, hogy fiak, akkor aztán harmadszor továbbment a szövegben, és a következőt mondta, ezt ne felejtsétek el soha, hogy az Isten atya, és ti fiak vagytok, és bánjatok úgy egymással, hogy egymásnak pedig a testvérei vagytok. Visszakanyarodva a jelenbe, a mostani kapcsolatom a Vatikáni Rádióval, a vasárnapi homiliáknak az előkészítése igen nagy megtiszteltetés, és nagyon szép feladat ez számomra, nagyon örülök, hogy Vértesai László atya fölkért erre a szolgálatra. Úgy élem meg, hogy tudva azt, hogy ezek a gondolatok nagyon-nagyon sok emberhez eljutnak, nagyon komolyan készülök ezekre az elmérkedésekre, és ez a komoly készület nagyon szép gyümölcsökkel is jár. Görögkatolikus vagyok, a görögkatolikus perikópa ugye évente ismétlődik, ezen túlmenően ugye a római katolikus három éves ABC éves ciklus egy gazdagabb szentírási anyagot tár a hívek elé. Ez is öröm számomra, hogy olyan szentírási szakaszokkal találkozom intenzívebben ilyen formában, amivel egyébként nem. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy ez nem csak számomra gyümölcsöző szolgálat, hanem mindazok számára, akik hallgatnak.